Így nézett ki egy évvel ezelőtt a Mátészalkai hulladékudvar területe. Azóta az építkezés befejeződött, várhatóan a jövő évtől fogadja is a szelektív hulladékokat az udvar. A megyei közgyűlés mai ülésén Veres János szocialista képviselő arról beszélt, hogy még több ilyen udvarra lenne szükség, hogy máshol is lehetőség nyíljon a szelektív gyűjtésre. Látva szomszéd határon túli területek szelektív hulladékgyűjtésben időnként nálunknál jobb eredményeit, azt szeretném mondani, hogy van még ebben tartalék itt nálunk, a mi megyénkben is. Azaz, arra szeretném bíztatni elnök úron keresztül a társulást, hogyha lehetőség van, akkor akár pályázati forrásból, akár más módon teremtsük meg annak lehetőségét, hogy szélesebb körben váljon általánossá a szelektív gyűjtés teljes körben, minél hamarabb itt Szabolcs-Szatmár erejében. A testület mai ülésen foglalkozott az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Tavalyi évi beszámolójával. Abban az szerepelt, hogy a rezsicsökkentést is érvényesítve szolíd nyerességgel zárta a múlt évet a társaság. Szándék van arra is, hogy további szelektív hulladékutvarok nyíljanak a megyében. Az a rendszer, ami kialakult most, az a támogatási rendszer, kompenzációs rendszer, ami kialakult a ilyen módon az országon belül az NHKV közreműködő szervezet közreműködésével, ez a megyei társulásnak, illetve a megyei társulás cégének kifejezetten jó előnyös, ez is stabil gazdálkodást tesz lehetővé. Tovább fejlesztjük persze a közszolgáltatást, Mátészalkán egy újabb válogató udvart, illetve szelektív gyűjtő udvar tudtunk üzembe helyezni, ez egy régi törekvése volt Mátészalkának. Ha jók lesznek a tapasztalatok, akkor más vidéki városokban is nyitnánk ilyen további hulladékudvarokat a következő években. Tehát nagyon komoly átalakítás előtt áll a közszolgáltatás, hiszen egy koncesziós szerződés hirdetett meg az állam, és a jövőben a koncesszor fogja végezni ezt a közszolgáltatást. Persze ebből a lakosok biztos, hogy nem fognak érezni semmit, hiszen ugyanaz az autó fog járni, feltehetőleg ugyanaz azokkal az emberekkel, viszont remélhetően még tovább tud majd fejlődni ez a közszolgáltatás. A beszámolót a testület egyhangulag fogadta el.